ezt mondta, mert ön nagyon szeretik a nézők, hallgatók, én is nagyon bírom magát, hát még a telefonját, mert ön azon kevesek közé tartozik, aki rendszeresen felhív engem, pontosan mondva nem ön hív föl, hanem a telefonja, ez is előfordult, tegnap is előfordult. Ez komoly? Igen. Van ilyen. Igen. De valami mesterséges intelligencia van benne ezek szerint. De van egy érdeklődése a telefonnak irántam, és én ezt nagyon bírom. Tehát én ott ordibáltam, hogy halló, 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 és hallottam különböző zajokat, de miután nem gondoltam önt a hétköznapi életéről ezen módon kivallatni, elköszöntem a telefonjától, és miután nem hívott még egyszer, arra a következtetésre jutottam, hogy az iPhone önállósította magát. Igen, önök teljesen. Önök megjelenítést hallottak. Máskor is csinálja sajnos. Talán a kettőnk beszélgetése folyamán frissítik majd a koronavírus.gov.hu-t, és lehet látni az új adatokat. Én nem tartozom azok közé, aki vírusmatematikus lenne, de se vírusszakértő, se matematikus nem vagyok, ettől függetlenül sem. A számok alakulása önnek egyébként mond-e bármit? Hát ez biztos, hogy látszik, hogy az új onnan fertőzöttek száma lemegy, a halálozás majdnem ugyanott van, és a szennyvízben megy fel a örökség. Hát, hogy ez a halálozás csökkent, tehát azért most már 200 fölötti számok nincsenek. Ez is eléggé magas szám. Ha belegondolunk, hogy Angliában ilyen 10 ember, hát ebből a szempontból egyszerűbb a magyarországi adatokra hagyatkozni, hiszen azokat tudjuk összehasonlítani. Ha más országok adataival hasonlítjuk össze, akkor fals eredményre jutunk. Ugyanakkor idézném önnek, nyilvánvaló, hogy ön ezt ismeri, de itt még erről nem volt szó, hogy nagyon figyelemre méltó beszélgetést folytatott a Medical Online Lénárd Ritával, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével a láthatatlan áldozatokról. És ugye ez azzal van összefüggésben, hogy a Magyar Orvosi Kamara már tavaly áprilisban, tehát egy éve felhívta a figyelmet a járvány járulékos veszteségeire. Most a járulékos veszteségeit a szakmailag kell érteni, hiszen a halál az nem járulékos veszteség. Azaz azokra az ellátatlanul, vagy betegekre, azaz azokra az ellátatlan maradt betegekre, akiknek egészségkárosodásra származhatott a gondozás, gyógykezelés elmaradásából, vagy akár a halálukat is okozhatta, hogy nem jutottak időben segítséghez. Igen, az van. Pont most hitt a kollégáim a Szlovákiából. Én úgy csöppentem az egészben, hogy sokat dolgoztam az úgynevezett száguló rendszerrel, amihez tartozik a száguló epitélium, amit elsődlegesen a COVID, mármint a SARS vírus támad. Onnan indul a fertőzés. És végül is ezzel senki nem foglalkozik. A halálozás nagy része a két oldalú tüdőgyulladás miatt van, de senki nem foglalkozik például azzal, hogy nagy károsodás szenved a központi idegrendszer. És onnan erednek ezek a hirtelen halál, hogy hosszú ideig szenvedett post-covid. Ez csak onnan jön. Jó, de ugye ez nem csak a post-covidra vonatkozik, hanem ugye azokra, akik egész egyszerűen nem jutnak ahhoz a normális ellátásra, amire szükségük van, és ez ügyben... Ja, hogy a súlyos covidba hunnak... Nem, hanem arról, hogy ugye arról van szó, hogy a gondozásból eredő károsodások hatására 2-3-5 év múlva jelentkezik, kivéve például egy agresszív cukorbetegség esetén, illetve arról beszél Lénárd Rita, hogy a legrosszabb helyzetben a daganatos betegek kerültek. Szakla publikált, hogy Angliában kiugróan nőtt például a szájüregrákok előfordulási gyakorisága, ez komoly figyelmeztetés, és erre számíthatunk az emlő, a méhnyak, vagy az emésztőszervi daganatok esetében is, az elmaradt szűrések, az elvesztegetett aranyórák nyomán, az nem tudom, hogy micsoda, visszaléptünk a gyógyításba, a múlt századba. Hát én nem vagyok orvos, ő néven jobban látja ezt a helyzetet, de ez jobban látszik ráadásul, hogy elmarad a vizsgálat, vagy a műtét, az nyilvánvaló nagy károsodással jár, de a vírustól is várható ilyen eredmény például, mert a vírus, a COVID-nak, a SARS vírusnak van ilyen funkciója, amivel megtámadja az immunrendszert. Ilyenkor a fehérvérsejtek csökkennek, az immunválasz rosszabbodik is,
annak köszönhetően várható, hogy a rákos megbetegedések teljesen fölgyorsulnak, vagy nagyobb számban jelennek meg, mert maga az immunrendszer van megtámadva, vagyis az nem tud válaszolni, azért alakul ez a betegség. Úgyhogy ez egy ilyen láthatatlan következmény, ami később fog jelentkezni, és van az ideg, a központi idegrendszerben történő károsodás. Például a csalulás elvesztése nagyon-nagyon súlyos következményekkel jár. Akkor súlyos depresszió, az olyan emberek sokszor nem is tudnak enni például, mert olyan furcsa szagokat éreznek, amitől nem tudnak ételfogyasztani. Éppen ezt most tárgyaltuk, és erre például nincsen igazán kezelés. Úgyhogy ezek a láthatatlan károsodások miatt biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon fontos elkerülni ezt a vírust. Azt kérdezem öntől, hogy ami a vakcina mizériával kapcsolatos, és akkor most eléggé zanzásítottam a helyzetet. Azzal kapcsolatban van-e önnek hozzászólása? Ugye ez egy nagyon bonyolult és időben abszolút változó valami. Az elején csak Pfizerrel oltottak, aztán később más is volt. Nyilvánvaló, hogy én nem vitatom el a kormány jó indulatát, én azok közé tartozom, amikor orosz és kínai vakcinát szereztek be. Voltak ellátási problémák, kétszer is előfordult, hogy a népet kibolondították, és egészen rettenetes jelenetek zajlottak. Volt, aki kivárt, volt, aki nem várt ki, volt, aki fiatal volt, és azt mondta, hogy bevárja a Pfizert. Volt olyan, aki azt mondta, hogy inkább beoltatja magát, független attól, hogy nem tud arról a vakcináról túl sokat, mert akarja kerülni, hogy megbetegedjen. Olyan szövevényes helyzet alakult ki, amelyet az ember, ha hosszan beszél, ennél hosszabban, mint én most, akkor sem tudja ennél szemléletesebben leírni. Az ön számára, az ön oldaláról ez a mizéria, ha egyáltalán mizéria, miről szól, és az, ami a jelenben van, amikor talán választhatókká válnak a vakcinák, és ön külön hangsúlyozta, hogy ebben a mostani helyzetben van jelentősége annak, hogy bizonyos korosztályok, vagy bizonyos csoport hogyan, mivel oldatja be magát, mit gondol erről a helyzetről? Hát a jelen helyzetben, amikor Indiában olyan erővel indult újra a fertőzés, vagy a vírus terjedése, amiben 20 millió ember már van benne, elkerülhetetlen, hogy újra kezdjen terjedni, és új variánsok megjelenjenek. Ilyen helyzetben én úgy gondolom, hogy fontos lenne erős vakcinával beoltani az embereket. Mi az erős vakcina? És az erős vakcinát 90% fölötti. Az a vakcina, ami 95%-os, például a Pfizer, a Moderna, a Sputnik, és AstraZeneca csak részbe, de például a kínai vakcinák ilyen szempontból gyengébbnek számítanak, mert a gyártó szerint is 70-80% között vannak. És ez a járvány szempontjából, nem mondom azt, hogy a védekezem, mint a személyes védelem, hanem a járvány szempontjából nem elég per pillanat. Mert az ilyen vakcina, az a védelem, amit biztosít, rövidebb életű, kettő, az új variánsokkal szemben nem védi meg elegendő, vagyis eléggé az ember. Szóval ilyenkor, amikor ez vár ránk, vagyis attól kell félnünk, ilyenkor én biztos, hogy egy erős vakcinát választanám. És hogyha kínai vakcina van, nyilván olyan csoportoknak kell felajánlani, akik nem, akinek a kontaktusai korlátozottak, és nem mondjuk nem olyan helyen dolgozik, ahol sok emberrel találkozik, és terjeszteni tudja a vírust. Nagyon-nagyon óvatosan kell kiszámolni, hogy kinek szabad és nem szabad beadni. Úgyhogy én most jelent meg például egy olyan cikk, amiben azt találtak, hogy a post-covid plazmában, már mint a konvaleszent, úgy hívják, konvaleszent plazmában, pont az
tésejtés, mert sokszor ugye előkerült ez a kérdés, hogy ha nincs ellenanyag, neutralizáló ellenanyag termelés, akkor ott van a sejtimmunitás. De most derült ki, hogy pont a sejtimmunitás nem nem látja az új vírusvariánsokat, az immunaktív sejteket, mondja az úgynevezett cizotoxikus T-sejtek. Szóval, hogy lenne is olyan sejt a vakcina beadása utána, azt sem fogja megismerni, vagy megsemmisíteni az új variánsokat. Ez abszolút pontosan megnéztek rengeteg epitoppal szemben. Úgyhogy ilyen szempontból a régi vakcinák sem, az erős, mostani erős vakcinák sem biztos, hogy bírják azt a nyomást sokáig. Úgyhogy szemben a merkeli professzor, én egyetértek a kinti kutatókkal, aki ezt állítják, hogy harmadik oltás mindenképpen fog kelleni. Ugye ez önmagában probléma, hiszen az emberek fejét egy és ugyanazon dologgal kapcsolatban két hitelt érdemlő személy, két különböző állítása megzavarja. Merkel eddig minden vizsgálat a Sinopharmnál oltottnál találtak antitestet, amivel kapcsolatban ön kommentárt fűzött hozzá számomra. A minimum 50%-os neutralizáló antitest kell a védettséghez, akármennyi antitest nem elég, még akkor sem, ha megvéd a tüdőgyulladástól, a kis védettséget biztosít a vakcina, akár felfűtheti a járványt. Ön mi az, amiben nem ért egyet Merkelivel? Ugye azt írja ön, hogy azt írja, hogy abban is téved, hogy a többi vakcinában is a tüskefehérjei része van az összesben a teljes fej, és akkor innentől kezdve kódoló szekvenciák meg egyébről van szó, ebben nem ártanám bele magam, mert semmit nem értek belőle. Hát itt a mostani vakcinában a teljes S-fehére van benne, de az modifikálva van úgy, hogy ne, ott vannak ilyen proteázok, amit felhasítják, és ketté válik, és így fuzionál a membrána. Mindegy, az nagyon gondosan meg van tervezve, és itt a most bevitték más aminoságokat úgy, hogy ne lehessen, ne degradálódjon a fehére, hanem itt maradjon addig, amíg kell. És ráadásul az olyan harmadlagos struktúra, ami kell az ellenanyag termeléshez, a hatékony ellenanyag termeléshez marad. Úgyhogy ezek a vakcinák sokkal hatékonyabbak, mint egy olyan vakcina, amiben az összes vírusfehére van, mert az az ellenanyag, ami az envelope fehérevel szembe termelődik például, az nem biztos, hogy neutralizáló lesz, mert ez a fehére az élő vírusba el van rejtve valahol. Vagyis olyan epitoppal szemben fog reagálni az ellenanyag, ami el van rejtve, és nem látja az élő vírusba. Mert az előtt vírus vakcinában a vakcinák úgy készülnek, hogy kemiai úton megváltoztatják a fehéret, és úgy előli. Jó, csak hogy igen, ezen az úton megváltozik a felszínt, amit az immunrendszerünk felismer. Abban segítsen nekem, hogy közeli hozzátartozómat is beoltatták a kínai vakcinával. Ugye az ő gondjai számomra nyilvánvalóak, és ilyen gondokkal mások is szembesülnek, és vannak, akik egyes szám első személyben beszélnek. Én nem kérdezem öntől az, hogy mit ajánl, mert ez túlmegy azon, ami az én műsoromban elfogadható. Az ellenkezőjétől is tartózkodnék, ha csak nem indokolt. Azt kérdezem öntől, hogy jó szívvel, az ön szakmai tudásával mindenféle vakcina tagadást teljes mértékben nélkülözve van olyan optimum, akik számára a Sinopharmot ajánlaná, ahol a legkevésbé mondaná azt, hogy aggályai vannak? Én úgy gondolom, hogy az összes jelenlegi használt vakcina megvédi a halálos COVID-tól, mármint a tüdőgyulladástól, mert ahhoz tényleg nagyon kevés ellenanyag kell. Csak itt a vírus terjedés az a szempont, amit én néztem.
Úgyhogy én például olyan embereknek adnám be, akik kevesebb kontaktus, már mint nem mozognak olyan nagy tömegben, vagy tudnak jobban vigyázni, maszkot viselnek, távolságot tartanak, de semmiképpen nem ajánlanám egy egészségügyi dolgozónak, akik nagyon ki vannak téve fertőzésnek, vagy esetleg tanároknak, az is gyenge lenne. Azt nagyon-nagyon meg kell fontolni. Azt én biztosan tudom, hogy a súlyos tüdőgyulladástól ez a vakcina, még a gyengébb Sinovac is megvédi az embereket. De ezek az emberek, mivel a vírusra szemben nem védettek, ilyenkor ugye enyhe náthát, meg ilyesmit fognak érezni, ha megkapják, azok terjeszteni fogják tovább a fertőzőbb variánsokat. Azért lenne fontos az ilyen embereknek fölhívni a figyelmét, hogy nagyon-nagyon be kell tartani a karantén szabályokat. Ugye ő erre külön hangsúlyt fektet, ugye amit öntől egyfolytában lehet hallani, és ezt még én is megértem, az a maszk és a távolságtartás. Ennek igen. kapcsán ön aggályait fejezte ki az iskolanyitással kapcsolatban. Most már csak az a kérdés, hogy akar-e bármit kezdeni azzal a cikkel, amely a Helsinki Press jóvoltából jutott el hozzám, amely ugye azt mondja, hogy 175 napja nem vehetjük igénybe a köztereket arra, hogy betöltsük fontos közéleti funkciójukat, kutyasétáltatás, jövésmenés, bevásárlás, sorbanállás, teraszozás, sörözgetés, ezek mostanra mind újra engedélyezett tevékenységek lettek, de ha kutyás tüntetést, vonulós tiltakozást vagy álló demonstrációt szeretnénk tartani, az teljesen tilos, továbbra is totálisan megfosztanak bennünket alapjogunktól, a gyülekezéstől tiltakozunk, nem a totális tiltás a megoldás, nyilvánvalóan nem a gyülekezési szabadság kapcsán kérdezem önt, hanem azt feltételezem, hogyha ön egyébként a nagyobb csoportok összejövetelét nem támogatja, akkor nagy valószínűséggel, miközben lehetséges, hogy ön is elmenne demonstrációra más körülmények között, azt üzenné a Helsinki Pressnek, de ez az én feltételezésem, hogy oké, gyülekezés, de nem most, hanem később, jól feltételezem-e vagy sem, független attól, hogy kétségtelen vannak ellentmondások, a sörözgetés és a demonstráció, a futballmeccsek és a demonstráció, de én most önt politikai vizekre lehetőség szerint nem vinném. Hát én ezzel nem is foglalkozom. Én szerintem nagyon fontos lenne, hogyha van is ilyen demonstráció, például nekem eszembe jutott a Fülöp Herzeg temetése, ott nagyon kevés embert engedtek be, de úgyis 800-an voltak. De abszolút pontosan ki volt mérve, hogy egymástól másfél méter legyenek, ne kiabáljanak, ha elkezdenek énekelni esetleg, akkor még nagyobb lett a távolság. Ezek a dolgok abszolút, ezeket a dolgokat abszolút be kellene tartani. Plusz persze, hogy az ilyen tüntetésen maszkot kell viselni, de én azt kérdezem, hogyha ilyen maszkban vannak, és akarnak beszélgetni, vagy hangosan beszédet mondani, akkor azt hogy fogják megoldani? Nehéz. Én azt mondom, hogy most nem nézést. Egy kicsit veszélyesebb a helyzet az indiai helyzet miatt, úgy jobban kellene vigyázni, és én például nem értek egyet ezzel az iskolanyitással, mert akkor szokott fel menni nagyon a fertőzés. Azt kérdezem öntől, hogy szintén a múltkori beszélgetésünkhöz képest jelentős változások vannak, nem csak a terhes nők oltásával kapcsolatban, hanem különböző eddig nem érintett korosztályok oltásával kapcsolatban, mint a 16-18 évesek. Erről mit gondol? Beleértve, hogy mivel, hogyan? De 16 éveseket eddig is lehetett volna beoltani, mivel a Pfizer le volt tesztelve 16 éveseknél. 16-től felfelé lehet beadni, akár 90-ig, nem tudom meddig. A Pfizer-t eddig is lehetett volna. Itt most a 12-től 15-ig szerintem erről van szó. Most erre kértek engedélyt a Pfizer,
hogy a 12-től 15 éves korig tudják beadni, mert most már az izraeli adatok megvannak, és biztonságosnak tűnik. Eddig is ez a vakcina vizsgázott a legjobban az összes többihez képest, úgyhogy ez nem véletlen, hogy Izraelben például nagyon-nagyon jó lementek az adatok, mivel ők kizárólag Pfizerrel oltottak, és így a vírus terjedés is nagyon lecsökkent, nincsenek halálos esetek már, úgyhogy szépen lassan nyitnak is. Nem tudom, hány százaléknál tartanak, de a gyerekeknél, a gyerekeket, a 16 éves gyerekeket eddig is lehetett volna beoltani, csak ugye korosztályok szerint kezdték. Az időseknél így mennek fölfelé, vagy lefelé, de ez eddig sem volt akadály szerintem. Most a 12-től 15 éves korig. Ezt várjuk, ezt az engedélyt várjuk, és ezt már engedélyezték Izraelben. Végül, de nem utolsó sorban, ugye ön eljutatott hozzám egy cikket, ami azzal kapcsolatos, hogy ezrek életét menthetik meg a lezárások, a koronavírus modellezés egy virtuális városban. A szimuláció görbé pontosan mutatják, hogy ha nem történt volna korlátozás, mennyire emelkedett volna a kórházban ápolt szegediek, ugye ez egy virtuális Szeged száma, és hogy emiatt hogyan nőtt volna meg a halottak száma is, míg az ágensek este 8 és reggel 5 közötti otthontartózkodása, a középiskolák és a vendéglátóiparok ipari egységek lezárása mennyire lassította le a kórházban fekvő betegek számának növekedését, és azt is elmondja, hogy a modellünk szerint az eredményre legnagyobb hatással a kijárási korlátozás volt. Önnek nem feladata, hogy miniszterelnöki gondokkal küszködjön, amikor a nyitás-zárásról van szó, akkor ön a két ényét, ami az egyik mellett szól, a másik ellen szól, az egyik mellett szól, a másik mellett szól, az egyik ellen szól, a másik ellen szól. Ezeket hogy egyezteti össze, vagy ez maradjon a politikusok dolga, de közben figyeljenek jobban oda a szakemberekre, amit egyszerre megvalósítani, hogy a példa mutatja, nem lehet. Hát én ezt a kutyaszétáltatást nem értem, hogy mivel lassította le a járványt, nem hiszem el. Itt egy faktor volt, és mindig azt meg lehet nézni visszafelé, hogy mindig az iskolanítás volt az a úgynevezett surge-nak az indítása, akkor indult igazán mindig a járvány. Úgyhogy az kutyaszétáltatás szerintem ebben nem nagyon szólt bele, és a boltoknál is ott van a probléma, hogy lehet itt lehetett volna korlátozni az időtartalmat, amiben az ember szóval ezt az időt, amit a boltba tölt, és a számot, a vásárlók számát. De hogyha egyszer megengedjük, hogy a nagy boltokban egész nap valaki sétálgasson, és közben meg legyen fertőzött, mert előfordulhat a plázában, ugye, egy ilyen eset is, az nagy problémát okozhat egy ilyen eset. Úgyhogy csak bezárni, megnyitni, azzal nem oldunk meg semmit. Itt szigorú szabályokat kellene előírni azoknak a nagyboltoknak, amelyeket kinyitjuk és bezárjuk. És én például azt nem értem, hogy a szennyvízbe mérik az örökítő anyagot, RT-PCR-ről, és az abból látszik, ez egyfajta előrejelzés, hogy lesz-e a növekedés, vagy nem. Viszont a mozdók előtt én még nem láttam kézfertőtlenítőt sehol a boltokban. Én nem is szoktam azt használni, semmilyen célra. Ez is egy érdekes dolog, pedig ott lenne igazán kötelező kitenni egy ilyen fertőtlenítőt. Szóval ilyen dolgok, csak szigorú szabályok mellett. Az, hogy csak megnyitjuk, vagy bezárjuk, azzal nem változtatunk semmit.
Megnéztem, hogy a koronavírus.gov.hu megjelentek-e az aktuális adatok, nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, kellemes hétvégét kívánok, és tartok tőle, hogy még fogom keresni önt, hogy ön mikor bizon, keres kívánok engem, ott két lehetőség van, vagy ön keres engem, vagy a telefonja. Vagy a telefonja, az előfordul, elnézést kérek, és reméljünk a legjobbak. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Nagyon szépen, viszont hallásra. Nem nagyon szoktam névtelen e-mailekre válaszolni.